Párbajkész fénykardok Magyarországról a saberforce.hu-n. Link a leírásban. Megérkezett az Ahsoka negyedik része, ami egy fantasztikusan jó epizód volt, hogyha engem kérdeztek, akkor eddig a legjobb a sorozatban, és tökéletesen bizonyítja azt, hogy nem érdemes előre prekoncepciók alapján elítélni egy egész történetet, amíg nem vártuk meg annak kibontakozását. Sokszor a türelemnek igenis megvan a maga gyümölcse, és ez az Ahsokánál így a féltávhoz érve igenis beérni látszik véleményem szerint. De nézzük, hogy mi történt az epizódban, mert bőven van miről beszélni. Megválaszolást kaptak kérdések, de újabb kérdések is felmerültek, szóval nézzük. Az epizód rögtön belecsap nagy kanállal a forró lecsóba, Ezbe droidjai megtalálják Ahsokáékat, és el is kezdődik a csihipuhi. Huyang továbbra is az egyik fénypontja a sorozatnak, szinte minden megszólalása aranyat ér, most meg még az is kiderült, hogy verekedni is tud egy kicsit. Hát mennyire menő már? Chopper és K2SO mellett kezd egyértelműen a kedvenc droidjaim közé előlépni, egyszerűen nem lehet nem szeretni. Sabine rohadt badass volt, nagyon jó volt végre klasszik mandózás közben látni őt, visszatért a karakter azon oldala, amit megszoktunk tőle a lázadókban, és nagyon jól állt neki. Azt elég meggondolatlan döntésnek véltem részéről, hogy éppen Shinnek ment neki, és nem Maroknak, aki az eddig látottak alapján a gyengébb ellenfélnek tűnt, ellenben a korábbi összecsapáshoz képest most mindenképp előrébb volt annyival, hogy Beskar páncél volt rajta, és a számára elsődleges fegyverei felszerelése is nála volt. Külön ötletesnek tartottam azt, mikor részben figyelemelterelésként, részben hirtelen ötlettől vezérelte, megpróbálta ellökni Shint az erővel, ami nyilván nem sikerült, ellenben csukló rakétáit be tudta vetni a nő zavarában. Marha ötletes volt. Marokkal kapcsolatban csak annyit tudok mondani. Én mondtam, mit mondtam neked, nem megmondtam, mert én szóltam, és mikor szóltam neked, már réges-régen, és mit mondtam, mi lesz, mikor szóltam, pontosan azt, ami történt. Egy mágiával feltámasztott hulla, Supreme Leader Smoke. Teljesen felesleges volt minden nemű teóriázgatás vele kapcsolatban. Olyan szintű energiát és részletek vizsgálatát tették bele az emberek a hangjának elemzésétől kezdve egészen a magasságának méricskéléséig, hogy saját elméletüket bizonygassák, és mindez totál felesleges volt. Ismét bebizonyosodott, hogy ha nincs egyértelmű jel valamire, ami alapján következtetéseket lehet levonni, akkor felesleges ilyen találgatásokba belemenni, mert pofára esés lesz a vége. Kár, hogy ez a fandom látszólag sosem fogja ezt belátni. Minden esetre a viszonylag rövid párbaja Ahsokával nagyon jól nézett ki, a befejezés leginkább Maul és Obi-Wan Rebels-es párbajára emlékeztetett, de Bailen versus Ahsoka párbaja is nagyon szamuráj ihletésű volt, ami nekem nagyon, de nagyon tetszett. Összességében is elmondható, hogy az egész rész gyönyörűen nézett ki, a helyszíntől kezdve az effekteken át egészen a párbajokig. Sabine kapcsán is rengeteg érdekesség derült ki az epizódban, Ahsokával való felhős kapcsolata mögött úgy látszik sokkal komolyabb dolgok állnak, mint eredetileg sejtettük. Sabine teljes családja meghalt, feltetőleg Gideon Moff tevékenysége révén, amihez úgy látszik, nekik is volt valami közük. Elképzelhető, hogy Sabine és Ahsoka is harcoltak a Mandalorán az ezer könnyei szakáján? Vagy pont már azelőtt lépett le Ahsoka és hagyta hátra Sabint, mielőtt oda ment volna részt venni a csatározásokban, és éppen ezért buktak el, emiatt haragszik rá? Remélhetőleg a következő epizódokból ebbe még betekintést nyerhetünk majd, mert egyrészt nagyon érdekes, másrészt pedig Sabine távolságtartó, sokak számára ellenszenves viselkedését is alátámaszthatja. Ezen felül sokkal nagyobb érzelmi löketet ad annak, hogy miért sorol mindent Ezra felkutatása mögé a fontossági sorrendben, döntése az epizód végén pedig igencsak átérezhető. Hera várható volt, hogy az új köztársaság döntése ellenére végül a Seatosra megy, az viszont tök jó volt, hogy páran vele is tartottak, Carson Tevával az élen. Tökre bírom, hogy amennyire jelentéktelennek tűnt a Mando második évadában, mikor először felbukkant, azóta egy igazi kis kapos lett a sorozatok között, Rangers of the New Republic a Rangers of the New Republic hiányában, és tökéletesen működik történetileg. Az Eye of Sion hiperugrása valami mocsok jól nézett ki, már alig várom, hogy akár a következő részben, akár azután megérkezzenek úticéljukhoz, és megláthassuk végre Lars Mikkelsent trónfőadmirálisként.
Az epizód címe a Fallen Jedi többszörösen is értelmezhető. Rylik Baylenre, aki betekintést engedett egy kicsit a múltjába Ahsokával való párbeszédében. Remélem, hogy többet is megtudunk majd még róla, mert ő és Shin a legérdekesebb karakterek közé tartoznak a sorozatban. A címet rá lehet húzni ezen felül Ahsokára is, aki a szó szoros értelmében leesett, de rá lehet vonatkoztatni Anakinra is, aki ahogyan arra lassan számítani lehetett, tiszteletét tette az epizód utolsó jelenetében, mégpedig a világok közötti világban. Maga a helyszín piszkosul jól néz ki ebben az élő szereplős környezetben, nagyon eltalálták a megjelenését, a következő epizód pedig látszólag sok érdekes dolgot rejtegett majd számunkra, noha az egyelőre talány, hogy Ahsoka hogy került ide, miután lezuhant. Anakin kinézetében nem mennék bele nagyon részletesen, az Obi-Wanban kicsit többet is fiatalíthattak volna rajta, itt pedig talán kicsit túllőttek a célon, de maga a jelenet koncepcionálisan annyira érdekes lehetőségeket rejt magában, hogy ezen nem akadnék fenn, úgyis pampognak majd rajta elegen az interneten. Minden esetre valószínűsíthető, hogy a következő rész tele lesz fanszervisszel, viszont azzal a fajtával, mely előmozdíthatja Ahsoka karakterfejlődését, és talán még Sabinnal való kapcsolatukba is betekintést enged majd. Meglátjuk, minden esetre nagyon nehéz lesz kivárni azt az egy hetet. Nektek hogy tetszett az Ahsoka negyedik epizódja? Mindenképpen írjátok meg a komment szekcióban és beszélgessünk róla. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuper köszönettel, illetve a csatornatagság funkcióval csupán havi 400 forintért ezt is megtehetitek. Sziasztok, az erő legyen veletek!